Foglalkoztató központot avattak Csíkszeredában a Somlyó 33 néven ismerté vált roma telep szomszédságában. A Máltai Szeretett Szolgálat által épített központban a tervek szerint elsősorban gyermekeknek szóló tevékenységek zajlanak majd. A csíksomlyói 2021. januárban leégett roma telepen élő gyermekek is felléptek a Máltai Szeretett Szolgálat által épített központ avató ünnepségén. A civil szervezet 2021 őszén vásárolta meg a telep szomszédságában levő romos ingatlant, azt újították fel és alakították át 650 000 eurónyi adományból foglalkoztató központtá. A Máltai Szeretett Szolgálat két munkatársa a munkálatok ideje alatt is foglalkozott a gyerekekkel egy konténerekből kialakított kis helyiségben. Az új épület a szuverén máltai lovagrend támogatásával épült fel. A roma gyerekek nevelésében a higiénia megtanításával érhetünk el eredményeket, azért, hogy az iskolában elfogadják őket. Azzal, hogy iskolán kívül korrepetáljuk őket, de ugyanakkor azzal, hogy segítünk nekik abban, hogy zenével, tánccal, énekkel megőrizzék saját kultúrájukat, abban, hogy boldogak legyenek. Az új foglalkoztató központban a máltai lovagrend által biztosított tevékenységek kapnak majd helyet. Gyerektevékenységek lesznek, alapvetően egy nappali központot indítunk itt el, ahol elsősorban gyerekeket, de ugyanakkor a szülőket is várjuk nagyon szeretettel, anyukákat, apukákat, akiknek különböző foglalkozásokat fogunk szervezni. A megnyitón résztvevő Csíkszereda polgármestere és Hargita megye tanácsának elnöke támogatásáról biztosította a felavatott intézményt.